Peggy 18. Köszöntünk mindenkit a mai napi Postal 3 Rodeo-ban! Eljött egy újabb szörnyű szenvedés ideje! De nézd haver, mi van itt? Itt ez a tehén! Ez micsoda jó tehén lesz, Istenem! Azzal fogjuk megnyerni a Rodeo-t, ha-ha-ha! Szeretem a tehenet! Nos! Istenem, szenvedjünk! Mint látható, itt ez a rinocérosz, amit tehénnek lett tálcázva, és hát ezzel akarnak mit tudom én miket csinálni a Rodeón, a csúnya gonosz emberek, de jöttek a kacsa arcú Greenpeace-esek, és most megvitatják, hogy hogyan mentsék meg a tehenet. Nem tudom, hogy fogják megmenteni. Minden esetre a főhősünk faszjelmezbe íme visszatért, és nem mindennapi munkát vállalt faszjelmezbe, és nem győzöm hangsúlyozni. Istenem, crotch idej. Na, tisztíts meg a Rodeo területét című feladatunkat láthatjuk most. Melynek következtében ismételten elő kell vennünk a porszívónkat, és a rinocérosz által ott hagyott végterméket kell eltávolítanunk a istállóból, és a egyéb ilyen területekről. Hát ez a rinocérosz ugyebár bemegy mindenhová és oda pisz ki, mert hát a rinocéroszok mások ilyenek. Áltehén. Hát igen. Na, és hát akkor fogjunk is hozzá ez a missionhöz. Hát ott egy gumibirka. Szegény rinocérosz mit művelhetett azzal a birkával. És mit látható, hogy itten öklel szépen hordókat az a jószág, és hát nekünk össze kell szedni, amit maga után potyogtat, mert fogalmam is nekem miért kell ezt összeszedni, de össze kell. És hogy a kellő mennyiségű végterméket összeszedtünk, akkor ismételten fogunk kapni egy videót, melynek következtében tovább léphetünk a játékba, és íme, itt a videó! Szívjuk azt a csomó sok túrót, Istenem, mennyi ganaj! Ganaj hegyek, Istenem, Úristen! Nem bírom hangsúlyozni, hogy mennyire sok itt a szar! És íme látható, már is fegyveres incidens bontakozott ki a Rodeo helyszínén a rendőrök és a környezetvédő maszkos állatosok között, és Krocsinak bizony döntenie kell, hogy mit évő legyen. Úristen, de hát felöklált minket a rinocérosz, Isten, ne bánts! Milyen tehén vagy, feljelek meg, vagy mit műveljelek veled? Na, hát fogalmam sincs, hogy most mit kell csinálni, minden esetre azt hiszem most rövidesen meg fogom unni itt a végtermék begyűjtését. Annál is inkább, mert tényleg nem tudom, hogy most mit kéne itt most csinálni. Hát a rinocéroszunk mozgása az egy kicsit ilyen breakdance jellegű, de úgy látom, hamarosan ez ki fog törni innen a karámból, vagy addig kell nógatnunk a jószágot, amíg magától el nem akar indulni. Mindenesetre sikerült minket megint jól felöklelnie, hála égnek ilyenkor a HP-nkból nem veszítünk, de és a környezetvédők úgy látom kinyitották a karán ajtaját, úgyhogy ki tudunk minden jutni. És hát felveszük a fegyveres incidens, hát mivel én nagyon szeretem a rendőröket, a rinocérosz, hát úgy nézem, azt nem kell most bántani egyelőre. Úgyhogy öljük a rendőröket, hát igen. Ilyen, hogy is mondjam, de szeretem a rendőröket bántani, mondjuk így virtuálisan, aki rendőr az ne jegyen meg, a való életben nem fogom bántani, legalábbis hogyha nem akar megbüntetni, ha meg akar büntetni, akkor bizony nem fogjuk szeretni egymást. Na, hát ennek leesett a karja, Istenem, az a gáz, hogy sokan vannak, és mint megfoghattuk ilyenkor, töménytelen mennyiségben omlanak ránk az emberkék, akik lőnek minket mindenféle tárgyal, ami a kezükbe akar, de hát ez legyen egy pisztoly, puska, sörétes, gumikacsa, vagy ilyesmi. És egyelőre, nem tudom, hát addig ördöklünk, amíg jó nem lesz. Mint látható, azért már az elhullás mennyisége is erősen nő. Mányian vagytok, te jóisten, és a rinocérosz szépen lebontotta maga körül ezt a kordont, amivel körbevették, de még mindig nem nagyon próbált kijönni innen. És úgy látom, már környezetvédők is elkezdték engem bántalmazni, hogy innentől kezdve, hát mindenkit fogunk gyilkolni. Ó,
Na, és mi történt? Ó, kiszabadult a rinocéros, Istenem, az meg ott vakarja szépen a valagát és menekül. De észrevettétek, hogy a videóban amúgy nem is a felé szaladt a rinocéros. Ó, és kiutott, kiutott, Istenem, micsoda időlassítás volt, hoho, visszajátszással egybekötve. És beállj úgy szegény, jaj, szegény rinocéros. Na, állítsuk meg a rinocéroszt. Nagyon jó, nem elég, hogy most a rendőrökkel vettük fel a kontaktust és a környezetvédőkkel, most akkor most a rinocérosszal is kell itt lövöldöznünk. És mint látható, a rinocérosznak bizony van életereje. Ó, de rugdolódik. Ja, Istenem! Aj, ne közelíts, ne közelíts, ne közelíts, te fenevad! Menj innen! Visszamennyi! Na, azaz, azaz. Megkerüljük szépen, hát hogy nem tud minket követni. Ja igen, úgy csinálták meg a játékot, hogy a tök mindegy, mi van az a rinocéros, általában minket akar majd kinyírni. Pedig más is fogja lövöldözni. És mint látható, az életteréből meg nem nagyon akart lemenni semmi. Ó, de környezetvédők, ne bántatok! De azok is bántanak. Ú, hogy elkapta azt a rendőrt, láttátok? Ú, azt mondja, hogy miért püffent. Na, de közben az is itten lövöldözik engem, aztán már innen is lőnek. Ah. Szeretem ezt a játékot, olyan anarchia az rendszeresen előfordul benne. Aztán ember legyen a talpán, aki el tud igazodni a játékmeneten. Ah, na. Gyere már, rinocéros, gyere már, már. Nagyon unom itt a szórakozást a humanoid lényekkel. És azt a szek, tiszta a szarvára. Hát ez ilyet is tud. Na, közben ez megint itt is szórakozik. Amúgy előbb-utóbb azt hiszem elfogynak az emberek, csak nem tudom, hogy mennyi az a mennyiség. Azt hiszem 1000 és 2000 után már úgy kezdenek fogyatkozni. Ó, azt is elkapta, Jézus ereje. Fú, de meglepő fordulata a dolgoknak, hogy annak ellenére, hogy itt egy böhöm nagy jószág, hát nem kicsit szedi áldozatait, mégis mindenki engem akar elintézni, tehát ő már nem is annyira veszélyes ezek szerint. Ó, és báj, úgy szegény rinocéros, neki ment a fának, na ilyenkor kell lőni, azt hiszem, és ilyenkor tudjuk sebezni, haha! Mekkora jó! Na! Még ezek is itt vannak, na! Az most... És be van kámulva, vagy mi van azzal? Na és már végre, a rendőrök is elkezdték lőni, nem hiszem, el ketten is lő... Na, az mitől hagynak? Ja, én öltem meg, ja igen. Ó, vagyok ilyen kegyetlen, pedig már próbált volna nekem segíteni. Na, ezek is jönnek rám. Ó, jaj. Mára tovább, te jó lét. Mára tovább, azt is elkapta. Na, ott megzavartam a csevejt. Mondjuk ez a játék, ez mindig meg tud engem lenni. Ez, ahogy megoldották a készítők, hogy csak úgy oda megy a rinocéros, feltűzi az embert a szarvára, kicsit megrázkítálja, aztán elhajítja a fenébe, és utána... Hát, mint látjátok, komoly erőfeszítéseket tettem a rinocérosz megfékezésébe. És most láthatunk egy videót, ahol kergett engem a rinocérosz, de hát közel nem volt hozzá. Szegény jószág, se tudja hol van, és most egy újabb helyszínen vagyunk, ahol pusztíthat. Istenem, itt vannak ilyen fabódék, ezeket biztos le fogja rombolni. Ó, így milyeneket rúg, Istenem. Nagyon szép. Hát ez tényleg megállna a helyét mindennapi rodeóba. És már is elkezdett minket követni a jószág, jön utánunk és szedi szét a pódékat. Úristen! Mit évő legyek? Hát van az a fegyver, amivel meg lehet állítani ezt a jószágot. Na, végre hála égnek megunta a velem való foglalkozást és elment. De jön vissza. Na, azért menjél vissza. Na. Igen, hát az emi-t azt úgy csinálták meg, hogy kb. Annyi esze van, mint egy maré hangjának. Még ez sértés a hangyákra nézve, de hát na, most valamivel muszáj voltam példálózni. Tehát elkapta azt a jószágot, megint, és kettő double kill, Istenem, hát ez csodálatos volt. Mondjuk ezt valahogy úgy is megoldhatták, hogy néha ezért nem csak így felöklelni az embereket, hogy le is rugdossa, mert akkorákat így rúgpatál. Milyeneket szállnának itt a jószágok? Na, mi lesz? És próbál engem elkapni, és elájult, és már alig van életereje, de hát még mindig van neki. Úgyhogy további kb. Egy perc kínlódás után valószínű szörnyű pusztulás fog következni szerencsétlen rinocéroszra. Na gyere, jószág, gyere! Cukor van nálam, azaz, gyere! Ez az. Na, mi lesz már?
És nem tudom, mi történt a jószággal, de látható, hogy hát úgy néz ki, hogy megpusztult a semmitől. És meg is dicsért minket a buzikóboly. Házas gyerekek, találkozunk a következő epizódban. Oh, még egy buzikóboly. Istenem, és telefona. Hojjoj, hojjoj, de nézzétek, milyen kus pártai kocka hasa van. Jézus ereje. Nem bajszos magnum. Na, hölgyem és uraim, köszönöm a megtekintéseket, a viszontlátásra. Hello!